közé tettek egy időközi jelentést a Hableán sétahajó és a Viking Sigin tavaly májusi balesetéről, amelyben részletesen rekonstruálják a történteket. A jelentés szerint a két hajó 21 óra 5 perckor ütközött össze a Margit híd alatt. A Viking maga előtt tolva keresztbe fordította, majd oldalára döntötte a Hableányt, ami 7 másodperc alatt elsüllyedt. A nyitott utastéren lévők a vízbe estek, de legtöbben a hajó belsejében regedtek. Hozzátették, a szállodahajónak kockázatos lett volna a hídpillérek között maradni, ezért kihajózott onnan, majd azonnal megállt. A személyzet mentőgyűrűket dobott a vízbe, és mentőcsónakkal is megkezdték a mentést. A Sigin vezetője 21 óra 9 perckor jelentette az esetet. Gulyás Krisztián a vendégem, ügyvéd, aki gyakorlatilag a legelejétől foglalkozik a Hableány tragédiájával. Ügyvéd úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye itt van előttem a jelentés, és ebben benne van sok minden. 20 óra 20 perckor indult el a Hableány, 20 óra 47-kor kezdett el felfelé szakaszra ráfordulni, 20:56-kor megelőzte a Viking hajót, 21:05-kor összeütköztek, és sok minden más paraméter is benne van ebben a bizonyos jelentésben. Változtat ez bármit egyébként a jogi meneten, hogy most már ennyire részletesen tudjuk, hogy mi történt? Jelen esetben egyenlőre még nem. Annyit kell tudni, hogy súlyos balesetek esetén ez a bizonyos közlekedésbiztonsági szervezet, a KBS, minden esetben eljár és szakmailag vizsgálja az adott balesetet, és szükség esetén pedig javaslatokat tesz a szabályozás módosítása érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen vagy ehhez hasonló balesetek. Ugyanez történt ebben az esetben is. Maga az időközi jelentés az tulajdonképpen novummal nem szolgált. Majdnem, hogy azokat az adatokat és információkat használta föl, illetve azok jelennek meg ebben a jelentésben, amik egyébként a nyomozati iratokban is megtalálhatóak. Akár a szakértői jelentésekről beszélek, akár az egyéb iratokról. Önmagában ugye ez egy közlekedés technikai leírat, amit én most idéztem. Ebben szerepel minden olyan, ami befolyásoló tényező. Annak idején ugye egy évvel korábban, amikor beszéltünk, sok minden pletyka, legenda, sok minden volt azzal kapcsolatban, hogy a hajókapitánya, a Viking hajókapitánya például látta-e önmagában a Hableányt, hogy SMS-ezette, hogy éppen szelfit készítette egyes turistákkal. Tehát, hogy ezek a más humán és nem csak technikai kérdések szerepelnek ebben? Nem. Maga a jelentés objektív tényadatokra szorítkozik, és ki is mondja ez az időközi jelentés, hogy nem a vétkességre fókuszálnak, tehát nem az a dolguk, hogy vétkest és felelőst keressenek ebben a balesetben, hanem objektíve mutassák be azt, hogy mi történt. Ezért mutatja meg teljesen szárazon azokat az adatokat, amik az egyes hajók mozgása mutat. Akár a sebessége, akár a pozíciója. Említette ügyvéd úr, hogy ilyenkor ajánlásokat is megfogalmazhat ez a bizonyos hatóság a jövőre tekintettel, hogy ez ne ismétlődhessen meg újra. Ebből a leíratból mi látszik, minek kellett volna másképpen történnie, vagy minek kell a jövőben másképpen történnie, hogy ne ismétlődhessen meg? Nem látszik ez még az iratból. Annyit kell tudni, hogy a KBS-nek egy ilyen esetben 12 hónap áll a rendelkezésére, hogy elvégezze a rárót munkát, ami még egyszer 12 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben viszont ki kell adnia ezt a bizonyos időközi jelentést, és ez, ami most nemrég megszületett. Egyébként jogi fronton most éppen milyen cselekmény zajlik? Gyakorlatilag semmi. A büntetőügy ugye áll a koronavírusra tekintettel. A kártérítési ügy szintén eléggé lassan halad. Nagyjából 3 hónappal ezelőtt immáron gyakorlatilag a diplomáciai segítséggel megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot közvetlenül a Vikinggel, teljes mértékben sikertelenül. Ez mit jelent, hogy választ sem kaptak, vagy pedig a válasz nemleges válasz volt? A Vikinggel semmilyen módon nem sikerül kommunikálni, mármint a céggel. Rögtön a biztosító lép a helyébe, a biztosító meg egész egyszerűen nem volt hajlandó leülni a magyar nagykövettel. Ez döbbenet. Melyik magyar nagykövettel, hiszen amikor mi itt beszéltünk, akkor szóba került Anglia, szóba került Svájc, szóba került ugye a szöuli magyar diplomáciai szóba kerülhet, tehát hogy kiről van pontosan szó? Svájci magyar nagykövettel nem volt hajlandó egyasztalhoz ülni a biztosítótársaság. Ami szintén egy nemleges válasz, vagy pedig egy nem válasz volt?
Én ezt csak nemek tömkelegének tudom értékelni. Válaszoltak egyáltalán? Tehát mondták-e azt, hogy mi nem ülünk le diplomatával, vagy nem is válaszoltak, és ebből következtetnek? Azt mondták, hogy ők nem hajlandók leülni, hogy szerintük teljesen egy indiferens személy ebben az esetben a nagykövet. Tehát magyarul válaszoltak, és ez a válasz volt nem, mert az talán még ebben a dologban súlyosabb. Említette a diplomáciát és ezt a szállat, és egyébként melyik országban zajlik most jogi eljárás? Magyarországon talán azt hiszem januárban megindult egy per, ezt a Panorama de Kft. Indította meg, ugye ő tulajdonolta az elsüllyedt hablányhajót, mi pedig gőzerővel dolgozunk a svájci vonalon. Dél-Koreában bármi zajlik-e, illetve onnantól hogyan figyelik a hozzátartozók vagy az ottani társadalom az eseményeket? A perek során bárki képviseli-e a koreai felet vagy a koreai államot? Nem tudok ilyesmiről. Mikor zárulhat le ez az ügy véglegesen? Mint hogyha a koronavírus járvány miatt ugye megállt, de azért viszonylag voltak olyan periódusok, amikor biztató volt az egész eljárás az arra tekintettel, hogy viszonylag gyorsan haladt. Nekem most az abszolút kiinduló pont az a verónai buszbaleset, ahol nagyjából 3 év alatt sikerült eljutni arra a szintre, hogy a biztosító felmérte azt, hogy nem szabadulhat ebből a helyzetből is kénytelen fizetni. Én úgy gondolom, hogy nagyjából egy ilyen periódusra itt is lehet számítani. Hát nagyjából 3 év. Igen. Ügyvéd úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.